Tudják, mennyi az idő? Pontosan annyi, hogy együtt teázzunk. Hiszen a Te a Glóriával című műsort látják, amelynek állandó telefonszáma 0620 9 340 330. Nézzük, hogy mit kínálok Önöknek mára. Első blokkunkban a hidrogénes vízről fogunk beszélni, mert még mindig nem tudnak róla eleget. Ezután Kerecsen, karácsony, vajon ez a szójáték véletlen, vagy sem? Majd kínstopp. Milyen egyszerű módszerrel lehet a fájdalmat csökkenteni, és ebből egy kicsit profitálni, újra mozogni. Záróblokkunkban pedig a Hanukka ünnepét tiszteljük meg szép zsidó versekkel és zsidó dallamokkal. Kedves nézőink, akkor már is kezdjük mai programunkat. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Simon László vízkutatót, és talán nem árulok el titkot, kedves lányát, Simon Gyémántot. És azért jöttünk össze, hogy az Életvize sorozatunkban arról beszéljünk, hogy a hidrogénes víz egy új életminőség. Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Én is köszöntöm szeretettel a nézőket, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mi átgondoljuk újra és újra. Lurdi víz, egészséges víz. Beszéltünk a felépítéséről, mi is, miből is áll, mitől más. Én most azt szeretném, ha ember közelbe hoznánk, hogy egyáltalán természetes-e ez a bizonyos hidrogénnel dúsabb víz, és ha igen, a természetben hol találhatjuk. Nagyon sok gyógyforrás van, és úgy gondolom, hogy ezek mind jók. Tehát nagyon jó a töltésük, és nagyon kellemes esetleg a vízüket inni. Sőt, nagyon sok helyen csodás esetek is előfordulnak. Aztán volt egy japán csoport, egyik egyetemtől kaptak egy nagy megbízást, és ez a kutatócsoport a világ összes ilyen csodaforrását megnézte, megvizsgálták, elemezték, legalább 400 féle variációt mértek egy vízből, és akkor utána kiderült, hogy minden csodaforrás egy dologban különbözött a többi víztől, magas volt a elemi hidrogén tartalma, és ez azért izgalmas, mert ezt most már minden szinten elkezdték használni. Például nagy titok, és nem tudjuk általában, hogy a focistákat hogyan készítik föl. Például itt van a németeknek a mostani világbajnoki szereplése. Igen. Elsők lettek. Egy saját fölkészítési vonaluk volt. És pedig? Hát többek között elemi hidrogént kaptak. Nagyobb lesz a teljesítménye, nagyobb lesz az energetikája annak a szervezetnek, és tehát az élsportban már használják. Ma még az egészségben, az egészség területén nagyon kevés helyen használják a hidrogénes vizet, pedig nagyon fontos lenne mindenki számára, hogy ezt így, mert egészen más életminőséget teremt. Most kíváncsi vagyok, hogy a velünk ülő hölgy mennyire tudja a lényegét a hidrogénes víznek. Milyen is ez a hidrogénes víz? Tulajdonképpen nagy benne az ion koncentráció. Magyarázzuk el akkor, hogy mi is ez a negatív ion koncentráció. Egy molekulának van egy szabad elektronja, akkor azt úgy hívjuk, hogy antioxidáns. Hogyha meg hiánya van, akkor meg oxidánsnak hívjuk. És gyakorlatilag a szervezetünkben ez teljesen egyértelmű, hogy mi eszünk antioxidánsokat, meg vannak bennünk szabad gyökök, hát ez teljesen természetes. De ez a levegőben, vagy a táplálékban szabad elektronként, vagy negatív ionként jelenik meg. Ennyi csak az egész, semmi bonyolult nincs benne. Beszéltünk a forrásokról, illetve arról, hogy hol szeretünk lenni. Hol vannak ilyen magas koncentrációjú vizek? Gyakorlatilag mi olyan helyen szeretünk lenni, ahol magas a negatív ion koncentráció, tehát például a tengerparton. Kimegyünk a tengerpartra, és a hullámtörés, meg a nap közösen rengeteg negatív ionot állít elő, és ennek az eredménye az, hogy oda megyünk, és egyszerűen elengedjük magunkat, jól érezzük magunkat, de ugyanez van, hogyha valaki beül a fürdőkádba, mert amikor a csapból zuhog le a víz, igen, akkor ott negatív ion koncentráció alakul ki. És beül az illető a kádba, elengedi magát, és elkezd énekelni. Hát ez az, mind a család nagy örömére. Igen. De valójában ő tényleg kilazul. Igen, tehát jó érzi magát, tehát abban a szituációban jó érezzük magunkat, de mondok egy másik példát is. Igen? A gyerekek hol szeretnek játszani?
Oda van egy tócsa például. Tócsa, valahol. Tényleg, oda és elkezd bele trappogni, és bele kell neki menni. Vagy ott szeret játszani, vagy a vízparton szeret játszani, aztán a szülők mondják, hogy az veszélyes, oda nem menj játszani, pedig ott érzi jó magát. Hát azért, mert ott a vízparton sokkal nagyobb a negatív ionkoncentráció. Ő ösztönösen érzi ezt. Ez javítja a levegő szintjét is, ahol ilyen negatív ionos víz van? Persze, egészen más. Hát az, ott egészen más a érzetünk. Tehát úgy is mondják, hogy ezek ilyen boldogság ionok, vagy boldogság hormonok szinte, mert az ember oda megy, és egyszerűen elengedi magát. Szóval mondhatjuk, hogy a kádból zubogó víz az egy kis nagy vízesés? Igen, hát gyakorlatilag hasonló. Hát ott is bezubog a víz a kádba, és amikor zubog, akkor alakulnak ki negatív ionok. És akkor lehet, hogy azért is ma már ugye gyönyörű fürdőink vannak, élményfürdők, ahol egyre több az úgynevezett szikláról lecsorduló víz, vagy körbe lehet járni, és ha megfigyelik, először a gyerekek mennek oda, majd a felnőttek is oda settenkednek, hogy ő is körbe járja egyszer ezt a lezugogó vizet. Hát ezt nagyon örülök, hogy ilyen apróságokra így derül fény, hogy valójában az egészségünkkel van kapcsolatban. És ha mondjuk levertnek, fáradtnak érezzük magunkat, akkor pontosan ennek a hiányáról van szó? Gondoljunk például arra, hogy elmegyünk egy ilyen klimatizált helyre, mondjuk egy plázába, elmegyünk, sétálgatunk, eltelik fél óra, egy óra, és utána keressük a leülő helyet, hogy hova ülhetünk le, meg olyan fáradtak vagyunk. Lehetőleg egy kávét is adjanak. És akkor lehet egy kávé, mert egyébként elfáradtunk, és nem tudjuk, hogy mitől. Akkor mi az optimális számunkra? Mennyi ilyen negatív ionos víz, vagy mi az optimális hely? Mit tehetünk magunkért? Gyakorlatilag a levegőből is be tudjuk vinni a negatív ionokat. Ha hiányuk van, akkor kirepülnek szinte a bennünk lévők, mert az volna az optimális, hogyha bennünk olyan 500-800 negatív ion lenne köbcentiméterenként a vérünkbe vagy a szervezetünkbe. Uh-huh. Ha ez nincsen meg, akkor már eleve levertebbnek érezzük magunkat. Na most egy olyan helyen, ahol nincsen, ott kiszippantja belőlünk a környezetünk. Hát olyan, mint amikor elkezdünk tusolni a klóros vízbe, uh-huh. az is hasonló egy kicsit, ott is kiszippantja belőlünk. Tehát vagy a levegőből visszük be, vagy a vízünkkel visszük be, vagy a táplálékainkkal visszük be, mert a nyers ételekben nagyon sok negatív ion van. Tehát akár az étkezésünkkel tudjuk javítani a saját negatív ion koncentrációnkat, például a zöldséggel, vagy magával a vízivással. Igen, igen. És most már hiába mondják azt a élelmiszertudósok, hogy naponta legalább 5-ször együnk nyers, 5 nyers adag családát együnk, meg nem eszik meg senki sem. De van közöttünk egy gimnáziumi tanuló, egy gimnazista lány, akinek van olyan szerencséje az életben, hogy megismerkedhetett ezzel a vízzel, és én kíváncsi lennék a te tapasztalataidra. Hogy is kezdődött? Először 2 éve jött hozzánk ez a gép, és amikor apu hazahozta, mesélni kezdett róla, hogy mi ez, mit csinál, akkor nem nagyon hittem neki, de megint így gondoltam, hogy hát most ez is valamilyen újabb, amit behoztak, és akkor ki tudja, fájni, nem fáj? Igen. És hát ahogy teltek a napok, hetek, ugye ittam, és nagyon sokkal jobban éreztem magamat tőle, és felpörgetett, és jobban tudtam tőle tanulni, és így éreztem, hogy eddig az átlagom nem volt olyan jó, és persze nem csak a víz miatt, de amik felszabadítottak bennem mindenféle energiákat, azok... Volt kedved tanulni? Igen, tőle. Hát nem is csak az, hanem egyszerűen jobban befogadtam a dolgokat tőle. Igen? Tehát jobb igen. volt az agyműködésed? Igen, sokkal. Ez nagyon érdekes, hogy valaki ezt ennyire érzi. Olyan is volt, hogy letetted magad mellé a poharat, és akkor tanulás közben, ha fáradtál. Ja, hát mindig viszek fel magam mellé üveggel, aha. flakonokkal. Úgyhogy... Üveggel, flakonokkal? Ő tudja, hogy sokat kell inni. Igen. Azt hozzá, hogy egy klinikai vizsgálat van erre, és azok bebizonyították, hogy az antidepresszáns hatású ez a víz. Igen. Ez hivatalos klinikai vizsgálat. Hát és ez vizsgák előtt bizony nagyon jót tesz. Ha olyan volt már, hogy vizsgázni mentél, és előtte ittál? Hát mindig viszek be arra, és mindig van nálam egy üveg víz, akárhova megyek, úgyhogy igen. Igen, mert akkor az ember hajlamos már a félelemtől nem úgy teljesíteni, igen. pedig még tudja is. Általában mindig nagyon szoktam izgulni ezek előtt, és így iszok pár kortyal, és mindig megnyugszok.
nem de egyből, jó. Képzelem, de utána hogy jobb érzés. A társaid. Na most, ha már itt beszéltünk vizsgálatokról, mi a vélemény az orvostudománynak erről? Használják-e valahol, vagy beszélnek-e róla? Egyre több helyen kezdik felfedezni a hidrogénnek a gyógyító tulajdonságait. Ez a berendezés azért kapta meg például a gyógyászati segédeszköz minősítést, mert mi klinikai vizsgálatokat kértünk be Amerikából és Japánból, és ezt nyújtottuk be hozzá, mert egyébként nem tették volna rá ezt a elismerést. Tehát nagyon fontos, én azt gondolom ma már, hogy egyre jobban foglalkozzanak ezzel a témával, mert ennek olyan rendszere van ennek a víznek, ami az egész szervezetet újra harmonizálja. Tehát, hogyha kevés bennünk a antioxidáns, vagy a szabad elektron, most mindegy, hogy melyiket mondom, akkor előbb-utóbb levertek leszünk, és olyan vízközel alakul ki bennünk, ahol nagyon könnyen tudnak a betegségek jönni, vagy a gombák, és nagyon fontos, hogy mi ezt a vízközeket a megfelelő optimális állapotba tudjuk. Ez például a pH-nál teljesen normális, hogy tudjuk, hogy mennyi legyen a pH. De van egy másik ilyen rendszerünk is, ez a redukciós oxidációs szint, ami szintén nagyon fontos, hogy milyen szinten van bennünk. Hát most akkor tudjuk, hogy mind orvosi tapasztalatok, mind az emberi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ez jó. Ez jó nekünk, jó a szervezetünknek, jó az agyunknak, úgy általában. Nálatok hol van a lakásban egy ilyen kancsó? A konyhában. Konyhában. Közepén sok kivírom. Helyet foglal el? Egyáltalán nem. Tehát tulajdonképpen nem jelent gondot, nem... Nem. Kényelmesen ott így pont kéznél van, és... bármikor használhatjuk. Van olyan, hogy elfogy belőle a víz, és akkor mondjátok, hogy valaki már megint nem tett bele vizet. Elég gyakran, de már reflexből mindig visszük bele. A legjobb, az utolsó, aki kiitta, az tegyen is bele vizet. Sőt, van, mikor igazából... Hát ez van, a papák sorsa. Van, mikor már a felétől feltöltjük. Na, akkor még annyit, hogy nézőink nagyon örültek, hogy lehet kóstolgatni, de biztos, de tényleg? Úgyhogy én kérem, hogy még egyszer mondjuk el, hogy igen, ez teljesen szeretetből van önök iránt, hogy tapasztalhassanak, hogy mit lehet csinálni? Hogy hát szeretettel várunk mindenkit a Váci úti bemutatótermünkbe, és mindenkinek nagyon szívesen egy pohárral adunk ebből a vízből, mert nagyon fontos, hogy megízleljük, megérezzük. Volt most egy kedves vendégem, ránézett, hogy mi ez a hülyeség, megint egy víztisztító. Ivott egy pohárral, azt mondta, hogy jól esett. Ivott még egyel, aztán másnap visszajött megvenni, azt mondja, egész este nem tudtam aludni, és olyan vidám voltam, olyan boldogságérzetem volt, hogy ide nekem az egész várostól. Tehát akkor visszatértünk beszélgetésünk elejére, hogy teljesítményfokozó is. Igen, egy egészen más belső harmóniát teremt. Na most akkor mikor kezdjük el egyáltalán inni? Hiszen ő egy gimnazista, de akár már kisebb gyerekeknek is adhatjuk? Ez bárkinek. Én azt gondolom, hogy ez a berendezés minden családban szükséges lenne, mert egyszerűen nem tudjuk máshonnan pótolni azt a mennyiségű szabad elektront, amire nekünk szükségünk van. Hát most kihasználjuk, hogy így itt az ünnepkörben velünk van Gyémánt is, és arra kérnélek Gyémánt, hogy te mondjál egy pár szót a nézőknek, hogy miért is igyek ezt a vizet. Tulajdonképpen, aki hisz, aki nem ebben, mindenkinek jó. Nekem például voltak sok problémáim, belsőleg, és nagyon sokat segített az, hogy egy év után vettem igazából észre, hogy sokkal így kivirágoztam igazából. És, hát mi is így látjuk. És felszabadultabb lettem tőle, és bárkinek ajánlom, tényleg mindenkinek, mert megéri.